Sziasztok srácok, Zomba, üdvözlök mindenkit, immár a 129. Tevem Brawl-nak nézünk elébe. Ez itt a Spoiler Express, az amerikai szerverről, és megnézzük, hogy mi az, ami a hétvégére vár minket a Tevem Brawl-ban. Megnézzük, hogy kapunk-e valami jó bunyót. Ó, Void Singularity. Hát, vagyis hát, hogy a egyedülálló üresség, valami ilyesmi a, lenne a teljes fordítása a dolognak. Igen, pakkot kapunk érte, és a single powerful entity of light. Tehát decket kell csinálnunk, és a lényeink gondolom a kör végén át fognak változni. Death Rattle a dolog, jó Death Rattle-ok meg Hunterben vannak főleg. Úgyhogy dupla Firefly az jó, a két Eliket jó, mert egy mana kettő-kettő stat az elég jó, főleg ez duplán. A Hatching is jó, mint olyan. Mit akarok még? Hát a hiéna tudna buffolódni, csak nem tudom, hogy fog működni ez a dolog. Úgyhogy ezt lehet, hogy egyelőre kihagynám. A Geryon Krab egyébként jó. Beleteszem egyébként az Animal Companion-t, mert mana hatékony. A Houndmaster-t nem teszem be. Viszont Deadly Shot-ból szerintem mindkettőbe megy. Az ellenféllel kezdjünk valamit. Lényre buffolás. Úgyhogy, és ez fixen megtörténik, úgyhogy ez jó. Az Infested Wolf nyilván. Corpse Widow lehetne, de szerintem fejlesleges. És nézzünk még jó defletedöket. Devil's Aureg, Kidnapper. Végülis egyébként jó a Devil Saurek. Egnapper is jó, mert így egyből lesznek, ezért Harvest Golem is jó, az Igneous Elemental is jó. Mistress of Mixture, ezt nem akarok. Statban jó, de hogy így egyből gyógyul kettőt, az meh. Rattling Rascal-a mondjuk azért szép lenne, hogy lerakom és akkor az ellenfélnek is adok, az nem jó. Ticking Abomination, nem megöljük a saját boardunkat. Ezt még kipróbálhatjuk. Ugye ez a mi körünk vége, tehát nem az ellenfél köre, tehát ez nem jó. A Tauren a simán belefér. Ezt nem tudom, hogy akarom-e. Az Exploding Bloodbath az jó. Lehet, hogy egy Play Dead belefér rám. Mert végül is akkor rengeteg statot ki tudunk szedni a dologból. Jó, és akkor Death Rattle-okból legyen ennyi. És mit akarok még? Akarok Jeweled Makót? Hát... Lehet, hogy valami húzás kéne igazából. Csak Hunterben a francsal húzunk. Beteszek két Freezing Trap-et, hogy valami nagy... Az ellenfélnek nagy lényét vissza tudjuk tenni a kezébe. Próbáljuk meg ezt. Így elsőre ez tűnik jó ötletnek, aztán majd meglátjuk. No és... For Doomhammer, let the hunt begin. Igneus Elemental második körben jó. A Grave Digger is jó. Vajon mivel készül a kedves Sámán barátunk? Ó, hát Coinnal. Úgy hallottam, hogy ez így elég jó tud lenni. Egy mana kettő egyből.
Na, nézzük, hogy 50%-ba jön-e. Bejött. Ez eddig jó. Oké. A nagy üresség eddig működik. Nagyon félelmetesen néz ki ez a lény egyébként. Jó, Stonehill. Hát a Stonehill az. Mondjuk a Tauntot el fogja veszteni, úgyhogy igazából értéktelen a lények szempontjából most, hogy milyen lényt rakott ki. Mert hogy a Tauntok ugye itt így meghalnak, tehát hogy teljesen lényegtelen. Na, lehetőségek. Kirakhatjuk a cicákat. Az mondjuk elég jó. Talán próbáljuk meg ezt, ebből több HP van. Ó, hát egy jó Huffer. Akkor viszont ez így a történet. És igazi ordinári lényünk van. Na most ez lehet egy Hex. Hát na. Most kicsit húzunk már a statokban. Persze ez most nem mentett volna a harcba, de azért ez így csak jobb lesz. Csak ugye a single. Jó, fész lesz manipulátor. Oké. Persze, ezt mondjuk átoltam volna a harcra, akkor most 9-ben lenne. Csak aztán van nála még egy fész lesz. Úgy tűnik, hogy neki voltak remek ötletei. Jobbak, mint nekem. Egyébként többet kéne használnom a Hero Power-t. Az End of Turn effect az nem hajtódott végre, tehát hogy ennek semmi értelme nem volt a világon, szerintem. Na hát az szép nagy lett. Oké. Na, doppelgangster. Ugye nem igaz? Nem már. Konkrétan csal. Meghekkelt a rendszert. Mondjuk igazából teljesen mindegy. Igazából teljesen mindegy, mert két karon belül nyírunk. Vagy egy karon belül megharunk. Szép. Ez esetben nem kellett volna trédelni a nagy faceless manipulátoros lényét, hanem azt be kellett volna csapni arcra. Hát neki remek ötletei voltak, na próbáljuk újra. Na hát és megint nyilván Priest ellen a Robot Wizard. Én ezt a kezet meghagyom. Főleg így a Deadly Shot az eléggé tetszik. Nyilván neki is van a kezében Death meg ilyenek.
csaló. És postnak menne személy van. Visszakapom? Vissza. Jó, akkor nincs baj. Ez egy gyors győzelem volt, azt hiszem. Az előbbiek megszenvedtünk, itt meg így az ölünkbe hullott, és meg is kaptuk az új pakkot, úgyhogy ennyi lett volna most a heti brawl. Az egyedülálló üresség, nagyon örülök, hogy megnéztetek, és játszatok ezzel, Európában néhány óra múlva érkezik. Ez szerintem egyébként ilyen egynek vicces, aztán majd meglátjuk, de lehet, hogy azért még fogok vele menni valami Death Rattle dologgal, mert maga az ötlet tetszett. Na jó van, találkozunk holnap valami teljesen standard dologgal. Sziasztok!